Szerencsvárosi Sportegyesület MB3-as asztalíten és csapata az őszi forduló utolsó mérkőzésén hazai környezetben fogadta a sereghajtó Miskolci Holcím csapatát december 8-án. A két páros lejátszása után egy-egyre állt mérkőzés, de az egyéni mérkőzéseken megmutatkozott a két csapat közötti minőségi különbség. A fölényes hazai győzelemmel végződött mérkőzésen a hazai csapat legjobbjának valamennyi mérkőzésük megnyerésével Kölő András és Stadler Tamás bizonyultak. Az SVS-e csapata a 2013-2014. évi bajnokság őszi fordulóját Tiszaújváros és Apagy mögött két pont hátrányjal a harmadik helyen zárta. Szerencsvárosi Sportegyesület holcím asztalitenisz mérkőzés 14-4-es szerencsi győzelemmel zárult. Köllő András, Stadler Tamás négyszer, Makranci László háromszor, Csorba István kétszer volt eredményes. Párosban a Köllő Stadler kettős diadalmaskodott.